Uránvárosból érkezett ez a nő a pécsi Janus Pannonius klinikai tömbbe csütörtökön. Szűrésre jött, mert fontosnak tartja, hogy megelőzze a súlyos betegségek kialakulását. Most hallottam a rádióban, hogy van ez az észcükkelti vizsgálat. Ugye is, mint nővér, aki 40 évig dolgoztam ilyen helyen, hát én kötelességemnek érzettem, hogy egészséges legyek, és maradjak is, és hogy mindenkinek tudom javasolni, hogy jöjjön el és nézesse meg magát, ártanél már. Ez az a vizsgálat, amivel megállapítják, hogy elegendő vér jut-e az alsó végtagba. Ha érszűkület van, akkor nem. Ez pedig a végtag elhalásához, majd eltávolításához vezethet. Hazánkban évente sok ezer ilyen eset történik. 5-6 ezer amputáció történik Magyarországon, ami rendkívül magas szám 100 000 lakosra kivetítve. Hogy még további szomorú statisztikákkal éljek, a szomszédos Ausztriában harmada annyi nagy amputáció történik, mint Magyarországon. Ennek keressük többek között az okát, hiszen az infrastruktúra rendelkezésre áll nálunk is. Vagyis ha időben fordulnak orvoshoz a panaszokkal, akkor nem kellene levágni a végtagokat. Azonban a legtöbben nem veszik komolyan a tüneteket. Ilyen az, hogy néhány száz méter után meg kell állnia a betegnek, a vádli izomban nagyfokú fájdalom alakul ki, aztán minden rendeződik, újra el tud indulni. A későbbi fázisban már súlyos elhalások alakulhatnak ki a végtagon. Akkor pedig már csak az amputáció marad. Korai felismerésnél gyógyszeres kezeléssel tudnak segíteni a betegeknek. Ezért fontos, hogy mi hamarabb kiszűrjék a verőérbetegségeket. Ez pulzusméréssel, egyszerűbb ultrahangos vizsgálatokkal könnyen megy a szakorvos szerint. Éppen ezért, aki dohányzik, mozgásszegény életet él, vagy cukorbeteg, mindenképpen menjen el szűrésre. Erre hívták fel a figyelmet Pécsen és az országban az érszűkület napon, csütörtökön. Hazánkban ez a betegség jelenleg 400 000 embert érint.